15. fejezet. Vártam, hogy a kisrác elkiáltsa magát, bevettétek, azzal elszaladjon a legközelebbi játszótér irányába, de ahogy teltek a másodpercek, kénytelen voltam elhinni, hogy a mi információs messiásunk alig 10 éves. Luke elmosolyodott, mintha a gondolataimban olvasna. Meglepődtél? Nem kellene. Úgy értem, meglepődnöd. Bármin. Felállt. Meglepve láttam, hogy majdnem olyan magas, mint Damon. 6 éves voltam, amikor bekanyarodtam egy száguldó taxi elé, hogy lássam, megáll-e. Nem állt meg. Ráment a világ legjobb biciklije, meg egy csomó vérem is. De szerencsémre a legjobb barátom idegennek bizonyult. Hogyan? Hogyan szabadultál meg a Daedalustől? Kérdeztem, és csak magamban tettem hozzá, hogy ilyen fiatalon. Luke könnyed lépésekkel megkerülte az asztalt. Eminens diákjuk voltam, vigyorodott el. Az arca egyszerre furcsává, szinte riasztóvá vált. Sose bízz a kiemelkedőben. Igaz, Blake? Blake a falnak dőlt, és féloldalasan visszamosolygott rá. Valahogy úgy. Miért is? Luke letelepedett az asztal szélére. Mert a diák előbb-utóbb okosabb lesz a tanárainál. Márpedig nekem volt pár nagyon-nagyon okos tanárom. Na hát, összecsapta a kezeit. Te bizonyára Damon Black vagy. Ha Damont meg is lepte, hogy Luke tudja a nevét, nem mutatta. Úgy van. A gyerek reelesztette nevetségesen hosszú pilláit. Már hallottam rólad, Blake nagy rajongód. Blake felemelte a középső ujját. Jó tudni, hogy a tömegbázisom egyre növekszik, jegyezte meg Damon szárazon. Luke oldalra biccentette a fejét. És miféle tömegbázis? Ó, elnézést, még csak nem is butattalak be benneteket az érdemes Luxennek itt. A neve Paris. Hogy miért, azt nem tudom. Paris zárt mosollyal nyújtott kezet Damonnek. Mindig örülök, ha olyanokkal találkozhatok, akiket nem kötnek a régi hiedelmek és felesleges szabályok. Részemről a szerencse, rázta meg Damon a kezét. Hogyan kerültetek össze? Luke felnevetett. Ez egy hosszú történet egy másik napra, ha lesz másik nap. Különös tekintetét ismét rám szegezte. Van fogalmad arról, mit tennének veled, ha rájönnének, hogy teljes értékű hibrid vagy? Vigyorogva lehajtotta a fejét. Olyan ritka a mi fajtánk. Ami azt illeti, hárman együtt már csodaszámba megyünk. Jó a képzeletem, válaszoltam. Valóban? Vonta fellük a szemöldökét. Szerintem Blake a felét sem mondta el. A legrosszabbat elhallgatta. Blake-re pillantottam, de az arcáról semmit sem bírtam leolvasni. Jeges borzongás futott végig a gerincemen, de semmi köze nem volt a hiányos öldözékemhez. De ezzel ti is tisztában vagytok. Luke felállt, és macska módra kinyújtózott. És továbbra is vállaljátok a hatalmas kockázatot, hogy belépjetek az oroszlán barlangjába. Valójában nincs választásunk. Vetett Damon sötét pillantást a hallgatag Blake felé. Szóval megadod a kódokat, vagy sem? Luke vállat vont, végigfuttatta az ujjait a pénzkötegeken. Mit nyerek cserébe én? Nagyot fújtam. Azon kívül, hogy felbosszanthatod a Daedalust, sok más nem ajánlhatunk. Nem is tudom, tétovázott. Felszedett egy összegumizott köteget. Egy másodperccel később a bankjegyek széle felpöndörödött, a papír szinte elolvadt, amíg végül semmi sem maradt belőle. Irigyeltem a mutatványt. A fényből tüzet és hőt teremteni részig nem jutottam el. Mit tehetünk, érted? Azt látjuk, hogy pénz nem számít, tette hozzá Damon. Luke ajka megrándult. Pénzre nincs szükségem. A farmerjába törölte az ujjait. Hatalomra sincs. Őszintén szólva csak egy szívesség kellene. Blake ellökte magát a faltól. Luke, a gyerek szeme összeszűkült. Mindössze egyetlen szívesség, amit bármikor kérhetek. Ezt kérem, és cserébe mindent elmondok, amit tudnotok kell. Hát ez nem tűnt túl bonyolultnak. Várj, szakította félbe Damon.
Azt akarod, hogy látatlanba egyezzünk bele egy szívességbe? Luke bólintott. Ha mindent tudtok, abban nincs kockázat. Ha semmit sem, abban pedig nincs józanész, vágott vissza Damon. A srác felnevetett. Bírlak, nagyon is, de a segítségemnek megvan a maga veszélye. Jó ég, olyan vagy, mint egy serdületlen mafiózó, jegyeztem meg. Valami olyasmi, villantotta rám Luke boldog mosolyát. Amit egyikőtök sem ért, az az, hogy sokkal nagyobb dolgokról szól a játszma, mint egy testvér barátnője vagy egy jó barát, vagy hogy belekerültök-e a darálóba. A szelek változásról dalolnak, és vihart hoznak. Démőre pillantott. A kormányzat fél a luxenektől, mert letaszíthatják az emberiséget a tápláléklánc csúcsáról. Hogy ezt kiküszöböljék, létrehoztak valamit, ami sokkal erősebb a luxeneknél, és most nem a sima kis hibridekről beszélek. Hanem miről? A szavai megborzongattak. Luke lila árnyalatú szeme találkozott az enyémmel, de nem szólt. Periszt karba tette a kezét. Nem akarok bunkó lenni, de ha nem akartok üzletelni, az ajtó arra van. Összenéztem Démonnel. Fogalmam sem volt, mit mondhatnék. Tényleg olyan volt a helyzet, mint amikor az ember a maffiával üzletel. Egy ijesztő gyerek keresztapával. Srácok, szólalt meg Blake. Ez az egyetlen esélyünk. Jó ég, morogta Damon. Hát legyen, jövünk neked egy szívességgel. És te? Villantotta rám ragyogó szemét Luke. Persze, miért ne? Sóhajtottam. Kiváló, Paris. Luke a kezét nyújtotta. Paris lehajolt és előszedett egy MacBook Air netbookot, és átadta neki. Egy pillanat. Figyeltük, amint valamit begépel, és a homloka ráncba szaladt az összpontosítástól. Amíg vártunk, nyílt az ajtó, és a színpadon látott szőke lány dugta be a fejét. Most ne! Kapta fel a fejét Luke. A lány sokat mondó arcot vágott, de becsukta az ajtót. Ő az, aki a szín... Ne folytasd, ha azt akarod, hogy én folytassam. Ne beszélj róla. Valójában nem is láttátok. Folytatta Luke, már újra a képernyőre meredve. Vagy minden alkú semmis. Befogtam a számat, bár ezer kérdésem lett volna. Hogyan jutottak ki, és hogyan képesek életben maradni, hiszen szinte semmi védelmük nincs. Luke végül az asztalra tette a laptopot. A képernyőt négyfelé osztotta, mindegyik fekete-fehér volt, és szemcsés, mint egy biztonsági kamera felvétele. Az egyik kép az erdőt mutatta, a másik egy magas kerítést kapuval, a harmadik a biztonsági fülkét, az utolsó pedig egy egyenruhást, aki egy másik kerítés szakasz előtt sétált. Ismerjétek meg a Montvedőrt! Azaz a nemzetközi katasztrófa elhárítási szervezet objektumát. A csodás Blue Ridge hegység oldalában. A Homeland Security védi, kiképző bázis és egyben búvóhely a drága hivatalnokainknak, ha esetleg valaki bombákat haigálna ránk, mondta Luke rosszindulatú vigyorral. Mindemellett a Védelmi Minisztérium és a Daedalus fedőszervezete is. A föld alatt több mint 50 ezer kicseszett négyzetméternyi területük van gyakorlásra és kínzásra. Behatoltál a biztonsági rendszereikbe? Bámult Blake a képernyőre. Mondtam, hogy eminens diák voltam, vont vállat Luke. Látjátok ezt a részt? Mutatott a sétáló őrre, alig látszott a szemcsés háttér miatt. Ez a titkos bejárat, ami nem is létezik. Nagyon kevesen tudnak róla. Blake haver, igen. Megnyomta a szó közt, mire a kamera jobbra fordult, és a képbe becsúszott egy kapu. Az a szerény javaslatom, hogy vasárnap este 9-kor menjetek. Akkor van őrségváltás, és olyankor a legkisebb a létszám. Ezt a kaput például csak ketten védik majd. Tudjátok, a vasárnap olyan uncsi nap. Paris tollat és papírt szedett elő. Ez a kapu az első teljesítendő akadály. Persze az őrökkel el kell bánnatok, de hát ez szóra sem érdemes. Teszek róla, hogy a kamerák 9 és 9:45 között betegeskedjenek, tudjátok, mint a Jurassic Parkban.
15 percetek lesz, hogy bejussatok, fogjátok a haverjaitokat, és elhúzzatok a fenébe. Szóval vigyázzatok a velociraptorokkal. Damon kis híján elnevette magát. 15 óra, mormolta Blake, és biccentett. Meg lehet csinálni. Ha már bejutottunk a területre, a főajtó a liftekhez vezet. Lemegyünk a 10-re, rögtön ott a cella. Remek. Luke megkopogtatta a kapuszék képét. A kódja Icarus. Tudjátok követni? Nevetett. Beérve 3 majtot fogtok látni egymás mellett. A középső, tudom. Blake megint bólintott. Mi a kódja? Várj, hova vezet a másik 2? Kérdeztem. A hatalmas Ósz birodalmába, válaszolta Luke, és addig nyomkodta a szóközt, amíg a kamera be nem fordult az ajtók irányába. Különben semmi érdekes. Irodák meg az igazi katasztrófa elhárítási dolgok. Valaki megtippeli, mi a középső ajtó kódja? Daedalus, próbálkoztam. Majdnem, nevetett rám Luke. Labirintus. Hosszú szó, ne gépeljétek el, mert csak egyszer próbálkozhattok. Ha elrontjátok, csúnya dolgok következnek. A lifttel a 10-ig mentek, ahogy Blake is mondta. Az utolsó kód Daedalus, csupa nagybetűvel. És kész. Damon kételkedve rázta a fejét. Ennyi az egész? Csak kódok védik az ajtókat? Ez a biztonság? Ha! Luke begépelt valamit, és a képernyő elsötétült. Kedves új barátom, nem csak kódokat szavalok és kamerákat vakítok ám meg. Kikapcsolom a retina szkennereket is. Naponta 10-15 percre gond nélkül megtehetem. És mi lesz, ha még bent vagyunk, amikor a rendszer visszaáll élesbe? Hát, olyasmi, mint egy zuhanó gépen. Emelte fel a kezét Luke. Szorítsd a fejed a térdeid közé, és búcsúzz el az életettől. Hát ez remekül hangzik, feleltem. Ez szerint te egy mutáns hacker vagy? Luke csak kacsintott. Azért vigyázzatok, jegyezte meg. Semmi más biztonsági rendszerhez nem nyúlok, amit időközben találhattak ki. Az feltűnő. Ejha, Damon a homlokát ráncolta. Milyen más biztonsági intézkedéseket tehettek még? Rájöttem, hogy 2 naponta cserélik a kódokat. Ezen kívül csak az őrök vannak, de váltáskor jók leszünk, mosolygott Blake. Minden rendben lesz. Peris felénk nyújtotta a papírszeletet a kódokkal. Damon elmarta, mielőtt Blake rátehette volna a kezét, és a zsebébe dugta. Köszönjük. Luke visszalépett a kanapéhoz, és felvette a videójátékot. Még ne köszönjétek, sőt, ne köszönjétek meg egyáltalán, nem is létezem. Addig nem, amíg meg nem kereslek benneteket a szívességgel. Kinyitotta a játékot. Vésétek az eszetekbe. Most vasárnap este 9-kor. 15 percetet van, nem több. Oké. Húztam el a választ, és Blake-re pillantottam. Nagyon szerettem volna tudni, hogyan találkoztak ők ketten. Hát akkor... Mi mennénk is, fejezte be Damon. Örülök, hogy megismerhettelek benneteket, meg minden. Jaja, vetette oda Luke. A 2 hüvelykúja már a játék vezérlőkör röpködött, azonban amikor az ajtóhoz léptünk, utánunk szólt. Nem tudjátok, mi vár rátok odabent. Legyetek óvatosak. Utálnám, ha nem kaphatnánk meg a szívességemet, mert ti megöletitek magatokat, vagy rosszabb. Megborzongtam. Remek módja egy társalgás befejezésének, ha harára rémíted a másik felet. Damon biccentéssel köszönt el a másik Luxentől, és kiléptünk. Blake becsukta mögöttünk az ajtót, és csak akkor jöttem rá, hogy a szoba hangszigetelt volt. Hát ez nem volt olyan rossz, igaz? Elapította meg Blake. Olyan érzésem van, hogy épp most paktáltunk le az ördöggel, aki majd az elsőszülött gyermekünket fogja követelni, ha visszatér. Forgattam a szememet. Damon a szemöldökét ráncolta válaszképpen. Gyerekeket akarsz? Megtudod, gyakorlat teszi a mestert. Hallgass, szóltam rá, és a fejemet csóválva elindultam kifelé. Átvágtunk a zsúfolt parketten ki az épületből, mint készen álltunk a távozásra. A kijárat előtt még visszanéztem, Damon és Blake között a tekintetem a táncparketre vándorolt.
Átfutott a fejemen, hogy vajon a táncolók közül hányan hibridek, vagy talán egy sem. Valóban ritkák voltunk, de már az első pillanatban éreztem, hogy ezzel a helyjel valami nincs rendjén. A Luke nevű gyerekkel ugyanúgy. A birkózó alkatú kidobó köszöntött az ajtóban. Ne feledjétek, közölte, amikor ellépett az útból. Sosem jártatok itt.